Ja, Istenem. Akármikor feltöltök egy új videót mostanában, úgy érzem, hogy egyre kínosabb ez a dolog. Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és nagyon beteg vagyok. Nikon vagyok. Az egészet úgy sikerült összehozni, hogy valahogy megküldtem. Fogalmam sincs, hogy hogy. Nagyon össze-vissza vagyok, szóval ha videóban valami olyasmit fogok mondani, ami egyáltalán nem talál a videóhoz, vagy éppen rosszul szerkeztem össze a mondatot, akkor kérlek, ne haragudjatok, de a betegség ellenére is szeretnék nektek csinálni egy cleverbotos videót, mert már egy nagyon régen volt, kettő nagyon-nagyon-nagyon sokan jeleztétek, hogy szeretnétek újra cleverbot videót. Így hát itt van a cleverbot videó, és cleverbot videó. Tudni kell a cleverbot videókról, hogy mindig is felcsesztem magam magán ezen a programon. Aki nem tudná, mi az a cleverbot, van egy ilyen program, amivel lehet beszélgetni. Szóval én is a cica úgy döntöttünk, hogy újra nekiválunk ennek a kalandnak, és elbeszélgetünk a régi jó barátunkkal, a cleverbottal. Remélem azért a hétvégén rendbe fogok jönni, és nem leszek még betegebb esetleg, mert a hétvégén szombaton kezdetét veszi a YouFest, az hiszen pont Miskolc lesz az első helyszín, ahol meg fogunk jelenni. Nagyon fontos, és nagyon sokan kérdezitek, igen, minden egyes helyszínen az adott városban, ahol éppen leszünk, lehet majd kapni jegyet, szóval nem muszáj venni az interneten vagy Babologic-ban, mert a helyszínen is kaphatók lesznek a jegyek, szóval nem feltétlenül kell előre megvásárolni azokat. De vágjunk is bele a cleverbot videóba, hogyha tetszik ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok, és vágjunk bele. Szóval megnyitom a kis böngészőmet, és nem tudom, hogy ez mi. Esküszöm, ez nem, kapcsoljatok ki a kamerát. Cleverbot. Cleverbot.com. Újra itt. 60 millió hirdetés melltartókról, meg többi. Ó, de jó. Szóval először köszönjünk neki, mint a régi szép időkben. Szia, Mia. Igen. Mizuiska. Most kísérem ki az állomásra. Ennek én nagyon örülök, én éppen videózom. Köszönj a nézőknek. Mi? Mondom, köszönj. Most? Sziasztok. Mizuiska egyből felvette a stílusomat. Itt ne. Épp. Épp. Egy P-vel írjuk az éppet. Épp nezem a tövö. Töcö. Hát igen. Az jó. Már megint flagma. Gyerekek, megint flagma. Ez nekem a problémám ezzel a programmal. Jelenleg 38.444 embernek az életét keseríti ez a program, ami nagyon nem oké. Nem tudom, ki csinálta a cleverbotot, de meg foglak találni. Hö? Vagy? Hova? Hol vagy? Jól, köszi, és te? Pont. Kérdőjel. A kérdőjelekkel gond van, úgy látszik. Minden ok. Csak beteg vok. Szeretem, ha csak itt nyom. Mondjuk ez jogos. Én is szeretem a csokit. Az jó. Én a Mirkát utálom. Ugyanolyan flagma leszek pont, mint ő. Az jó. Enter. Szerintem is. Te nem tudod, hogy kivel kezdtél ki, barátom? Én nem tudom, hogy mi van ezzel a székkel, de olyan könnyen borulnak nálam a székek, hogy hihetetlen. A cicát rád fogom engedni. Tehát őszintén, hogyha nem fogsz magaddal bírni, akkor annyit mondok csak, hogy és ő támadni fog. Szerintem is. Viszont elengedhetetlennek tartottam azt, hogy megkérdezelek titeket, hogy mit írok a cleverbotnak. Lássuk, hogy milyen zseniális kommenteket írtatok. 558 komment van, hát ebből, hogyha kettő normálisat találok, akkor már jó arányban vagyunk. Hogy hány évesen született az öcsének, a húgának, az unokaöcsének, a kisfiának az élettársa? Öcsének, a húgának, az unokaöcsének, az élettársának a kisfia, vagy valahogy így van, kisfia. Ha erre a kérdésre tud válaszolni, akkor szerintem mára végeztünk. Enter. Egy, és te hány éves vagy? Hallod, valami katonai repülő megy a ház felett, én nem értem, ez most mi? Nem tudom, hallatszódik, ez nagyon para. Mit szoktál csinálni, mikor nincsenek otthon este a szüleid? Na? Hát gépezni, meg a kutyámmal játszani, és te? Milyen kutyád van neked? Milyen kutyád van? Most kell gondolkozni, hogy milyen kutyád... Nincs kutyám, Sajan. Sajan! Húha! De az előbb azt mondtad, hogy van kutyád. Jaj, beteg vagyok és meg idegesít is. Én nem mondtam. Niga, ott van! Ott írja, hogy van kutyám. Egyébként mi a neved, ha elmondod utána én is? Na, kíváncsi vagyok, hogy mi az igazi neve a cleverbotnak. Reméljem.
Mondtam. Remélem, hogy most megtudjuk, hogy mi az igazi neve a Cleverbotnak. Az én nevem Dezső Bence a nevem. Pont. Aha. És mi a te neved? És mi a te neved? Mi a te neved? Még mindig nem mondom meg. Az sokszor egyébként belegondolok, hogy miért húzom föl magam, amikor ez nem is egy igazi ember. Mi a neved? Mi a neved? LOL. Ja. És így képzeld el, hogy... Képzeld el, hogy keresztelik a kisgyereket. LOL. Nem értem, ez miért volt vicces. Hol laksz? A szomszéd mellett. Mi a ház szám? Na, mi a ház szám? Sétáló utca, jöttem. Van ilyen? Ben a kis utcában. Aha. Értem. Értem. Ez biztos az ő autója. Ez 100%, hogy ez az ő autója. Ott a Cleverbot! Ott a Cleverbot! Az biztos, hogy ő az. Mit csinál éppen? Levelek, üzeneteket olvas lehet. Nézzünk körbe még, hogyha itt jártok Nyíregyházán a sétáló utcában, akkor tudjátok, hogy a Cleverbot az itt lakik. Lukovics Frufru szépségszalon. Király, ha egyszer Nyíregyházán leszek és nem lesz bezárva, akkor biztos a Frufru szalonba el fogok menni és csináltatok magamnak valami szép hajat. Láttam, hogy hol laksz. Ki foglak rabolni. Na tessék, erre varjál gombot, Budapesten. Az előbb még Nyíregyháza volt. Nyíregyháza sétáló. Sétáló utca 58. Sétáló 58. Nem. Nyíregyházán. Nyíregyházán. Mi? Az jó messze van innen. Honnan? Felteszek neki egy életre szóló kérdést, de hogyha nem tudja rá a választ, illetve hogyha rosszul válaszol, akkor gyerekek, mi meg fogjuk támadni. A kérdés úgy hangzik, hogy szereted a... tányérokat? Azaz minket? Nagyon, nagyon parázok, hogy rosszul fog válaszolni, mert akkor halnia kell gyerekek. Akkor megyünk, azt ütünk és ban. Igen, de nem annyira, mint téged. Hát, mondjuk én vagyok a fő tányér, úgyhogy ezt még így elfogadjuk. Gyerekek, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hamarosan találkozunk, mert kezdődik a szeptember, és gőzerővel fogunk bele az új projektek. Úgyhogy nagyon várom az egész dolgot, addig is lehetek türelemmel, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk a következő videóban, illetve hétvégén a miskolciakkal, hogyha Miskolc lesz az első helyszín, azt hiszem az, akkor nagyon várom, hogy találkozzam veletek. Én Dezső Bence voltam, sziasztok!